Mezőkövesdi szervezet tagjainak egy régi álma vált valóra a facsemeték elültetésével, ugyanis szeretnék, ha hazánkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, tradicionális fafajták újra közkedveltek lennének Mezőkövesden és a térségben is. Ne csak a permetezendő fákat ültessék, hanem ezeket a fajtákat is, mert ezek is ízletesek, zamatosak, permetezni nem igazán kell őket a lemosó permetezésen kívül. Szeretnénk, hogyha egyre több háztáji kertbe, meg kint a gyümölcsösbe is ezeket a fajtákat termesztedik. Az őshonos fafajták beszerzésében nagy segítséget nyújtott Iloncai Zoltán, a Büki Nemzeti Park igazgatóságának ökológiai szakreferense, aki biztosította a Bük alján megtalálható fákat az Egyesület számára. A kövesdi kertbarátok már fél évvel ezelőtt el szerették volna ültetni a facsemetéket. Még a tavasszal el akartuk hozni, de tavasszal sikerült csak kiásni a gödröt, mivel egész télen, tavaly ősszel nem volt eső, és kemény volt a gödör, már a föld. Így most hoztuk el a múlt héten, és köszönet Iloncai Zoltánnak azért, hogy besegített ebbe, hogy bemutassuk ezt a régi fajtát a itteni lakóközösségnek, Mezőkövesdnek és környékének. A Matyókertbarát Egyesület összesen 7 gyümölcsfát kért a Nemzeti Parktól, amelyből most ősszel 5-öt kaptak meg. Ez az 5, ez mind almafajta, benne van a sóvári, a téli arany, parmen, batul, fontos alma és a nyári kármán fajta. A 2 körte fával tartozik még, legalábbis azt még nem sikerült rendesen beoltani, amit majd valószínű, hogy jövőre megkapunk. Az újfehértói és a keszthelyi génbanknak köszönhetően a mezőkövesdi körte 2-es néven ismerté vált gyümölcsfából is sikerült egy csemetét beszerezni, amely szintén helyet kapott az iskola történeti gyűjtemény udvarán. A gyümölcsfákat Herkely Károly és Petrá Lajos ültette el. A Matyókertbarátok folyamatosan nyomon kísérik majd a fák növekedését, és tavasszal egy foglalkozás keretében a gyümölcsfák metszését is beszeretnék majd mutatni a szervezet tagjainak, valamint az érdeklődőknek. Az első gyümölcsöket várhatóan 3 év múlva lehet majd leszedni a fákról. A kövesdi szervezet ígéretet kapott arra, hogy a mezőkövesdi birs és a mezőkövesdi áfonyából is kapnak majd csemetéket, így tovább bővülhet az őshonos fajták tábora. A gyümölcsfák a tervek szerint jövőre kerülhetnek majd az Egyesülethez. Azok, akik szeretnének őshonos gyümölcsfákat termeszteni, a Matyókertbarát Egyesület tagjaitól kaphatnak segítséget a beszerzésükhöz.